Azt szeretnénk, hogy a gyerekeink ne tejnek nevezett valami csodát kapjanak, szinte azt is mondhatnám, hogy vegyszer kategóriában, amely 2 hetet áll hűtő nélkül, hűtés nélkül. Márpedig a mostani kormányzati tejkifli program erről szól, hogy szinte ellenőrizhetetlen minőségű tejnek nevezett folyadékot, és hát olyan akár 2 hetes pékterméket, amiben valószínű minden van, csak egészséges búzaliszt nincs, kaphassanak a gyerekek. Az országos tej és pék lobby kitörte annak a Hargita megyei kezdeményezésnek a nyakát az elmúlt években, amely arról szólt, hogy a helyi pékségek, a helyi tejfeldolgozók szolgáltathassanak tejet és kiflit a gyerekeinknek. Mi ezzel ellen küzdünk, több törvénymódosító javaslatot tettünk le, több illetékes kormányhatározatmódosító javaslatot tettünk le, egyiket sem fogadták el, de próbáljuk székely furfanggal úgy is megoldani, hogy még azért valamennyire próbáljunk esélyt adni a helyieknek a kötöttségek ellenére, és próbáljuk kizárni a kalandorokat, akik rossz minőségű termékkel akár a gyerekeink egészségét veszélyeztetik. Ezért keressük a megoldást, 27 közbeszerzést fogunk lebonyolítani a tejre, 27 közbeszerzést fogunk lebonyolítani a kiflire, és én abban bízom, hogy el tudjuk érni ebben az évben is, hogy minél kevesebben szenvedjenek azáltal, hogy a megyénktől távoli cégek selejt minőségű termékkel lássák el a 10 órai helyet. Ehhez nagyon sokat kell kínlódni, ehhez nagyon sokat kell pontosítani, egyeztetni. Én bízom benne, hogyha pár nap késéssel is, de tudjuk ezt a célt teljesíteni, hisz a késés nem a Hargita megye tanácsán múlik, a késés onnan adódik, hogy az iskola szerkezet későn lett letisztázva, és onnan, hogy későn lettek a gyereklétszámok, a pontos gyereklétszámok iskolánként számukra leközölve.